Hogy vagy? Örülök, hogy találkoztunk. A mai téma az Izraeliták 42 kemping a vadonban. 12. fejezet. A szerző Ábrahám Park. Zalmona a 34. táborhely. Számok 3341. Jelentés, a Zalmona jelentése árnyékos vagy sötétség. Elhelyezkedés, Zalmona az első táborhely a Hórhegyről Punon felé vezető úton. Feltételezik, hogy az izraeliták a Vörös tengeren átutaztak át a nehéz hegyvidékeken délre, mert Edom királya nem engedte át őket a királyi országúton. Számok 20 óra 17 perc 21, 5 Mózes 2 8 esemény. Ez az első táborhely, miután az izraeliták 30 napig gyászolták Áron halálát, számok 20 óra 29 perc. Lecke. A Zalmona név jelentéséhez hasonlóan valószínűleg a sötétség szivárgott be az izraeliták szívébe egy olyan vezető halála után, aki méltó arra, hogy hegynek a hegyek között nevezzék. Tovább rontotta a helyzetet, hogy Edom királya nem engedte, hogy az izraeliták a gyorsabb, King's Highway útvonalat válasszák, így elhomályosította az izraeliták szívét. Attól, hogy a hosszabb utat délre a Vörös-tengeren kellett megtenniük. A hosszabb út a nehezen járható hegyvidékeken vitte át őket, amikor a gyorsabb és könnyebb út állt előttük. Ez a helyzet bárki szívét elsötétítette volna. Van egy dolog, amit tudnunk kell, miközben a hit útján haladunk. Nem számít, milyen hosszú és nehéz az út, ha ez az út, amelyen az Úr vezet bennünket. Akkor ez az egyenes út. Csak az egyenes út visz el lakhelyünkhöz, Zsoltárok 107 -7. Az élet és a béke garantált ezen az egyenes úton, Pélt 3 óra 17 perc, 10 9, és tiszta és ragyogó fény lesz. Amely biztosítja az előttünk húzódó utat még a mély sötétség közepette is, Zsoltárok 112.4, Iszaiás 42.16. Punon a 35. táborhely, számok 3342. Jelentés, a punon jelentése, naplemente, vagy akna gödör. Elhelyezkedés Punon-Zalmona és Óbót külvárosában, Edom határán volt. A mai Petra és Zóör között volt. Esemény, a feltételezések szerint Punonban sok izraelitát megharaptak és megöltek a tüzes kígyók, 4 Mózes 21-4-9, miután panaszkodtak a hosszú út miatt. Ez még azelőtt történt, hogy megérkeztek Obódba, 4 Mózes 21 óra 10 perc, miután az izraeliták kivonultak a Hórhegyről. Lecke, mielőtt Áron meghalt a Hórhegyen, Mózes megkérdezte Edom királyától, hogy az izraeliták át tudnak-e menni a királyi országúton. Kérését elutasították, 4 Mózes 20 óra 17 perc 21. Ezt követően Áron meghalt a Hórhegyen, 4 Mózes 20 óra 22 perc -29. Az izraeliták pedig Arad ellen harcoltak és legyőzték, 4 Mózes 21 minusz 3 Az izraeliták nem tudtak átmenni Edomon a Hórhegytől Kánaánig tartó útjuk során így dél felé vették az irányt, most a vörös tenger felé vezető úton, elhaladva Arad és Ezion Géber mellett. Majd visszaindultak északnak Punomba, 5 Mózes 2-8. Az emberek bizonyára mélyen elszomorodtak, mert nehéz utat kellett megtenniük a Sziörhegyen és Araba sivatagán keresztül. Amikor csak a királyi főutat kellett használniuk. A 4 Mózes 21.4 ezt a helyzetet írja le, azután elindultak a Hórhegyről a Vörös-tengeren, hogy megkerüljék Edom földjét. És az emberek türelmetlenek lettek az utazás miatt. Itt a türelmetlen szó héberül, kazár, van, és azt jelzi, hogy az emberek olyan nagy szomorúságban vagy kétségbeesésben voltak, hogy nem tudták megvigasztalni őket. A zúgolódás azonban nem maradt el. Panaszkodni kezdtek a mannáról, amely csak nem 40 éven át az ételük volt. Azt mondták, utálunk, kusz. Ettől a nyomorult, kelököl, ételtől. 4 Mózes 21.5, minden hálaadásuk a 40 év alatt azonnal zúgolódássá változott. Mivel gyorsan morogtak anélkül, hogy megértették volna Isten akaratát. Kijöntötték az értékes értéket. Kegyelmet, amelyet közel 40 évig kaptak. Emiatt az incidens miatt Isten, aki megvédte az embereket a tüzes kígyóktól, most megengedte, hogy megharapják őket. Így sokan meghaltak, 4 Mózes 21.6. Hányszor lettünk türelmetlenek, amikor a dolgok nem múlt béli tapasztalataink és vágyaink szerint alakultak, vagy amikor késés következett be. Hányszor álltuk már Isten útját azzal, hogy emberi módszerekkel próbáltunk megtenni dolgokat anélkül, hogy Istenre vártunk volna. A türelmetlenség és az zúgolódás sérti Isten akaratát ez egy súlyos bűn, amely gyakran a halál felé viszi az egyént és a közösséget. A punon jelentéséhez hasonlóan az engedetlenség hatására a nap lenyugszik az életünkben. Az engedelmesség a leggyorsabb és a legbiztonságosabb út. A példabeszédek 4 óra 18 perc mínusz 19 kijelenti. De az igaza kösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely egyre fényesebben és fényesebben világít egész nap. A gonoszok útja olyan, mint a sötétség, nem tudják. Miben botlanak meg, míg az izraeliták meghaltak a tüzes kígyók harapásától, bűnbánatot tartottak, és Mózes közben járt Istenhez. A szeretet és együttérzés Istene megparancsolta hogy készítsenek egy bronz kígyót, és állítsák fel a zászlóra, hogy életre kelcse mindazokat, akik a kígyóra tekintenek, 4 Mózes 21 7. A bronz kígyó a zászlón Jézus Krisztust. Ami megváltónkat jelképezi, aki meghalt a kereszten, János 3 óra 14 perc. Ahogyan az emberek éltek, amikor a kígyóra néztek, mi is üdvösséget nyerhetünk minden bűntől és haláltól. Ha hiszünk és Jézus Krisztusra tekintünk, János 3 óra 16 perc. Obot a 36. táborhely, számok 33-43. Jelentés, az obot azt jelenti, bőrpalackok, elhelyezkedés. Obot punon és Hiabarim, 4 Mózes 21 óra 10 perc mínusz 11, között található, Moab déli határához közel. Esemény, miután az izraeliták elképesztő élményben voltak a halállal és a felépüléssel a tüzes kígyó esete révén, újra megkezdték a menetet. Elhagyták punont és megérkeztek Obotba. Lecke az izraeliták a vörös tenger útját választották Isten parancsa szerint, de szívüket megtelt elégedetlenség. Az Istennek tetsző engedelmesség az az engedelmesség, amely örömteli szívből fakad. Nem pedig haragos szívből, egy krónika 28.9. Isten erőt ad az örömteli engedelmességhez, amikor kétség nélkül hiszünk az igében, és az ő igéjét értékesebbnek tartjuk, mint az életet. A tüzes kígyók esete révén az izraeliták valószínűleg felismerték, milyen fontos Isten igéjének ápolása a szívükben, és engedelmeskedni. A bőrpalackok úgy készülnek, hogy a bárány vagy kertke fejének és lábának bőrét megszárítják, majd összevarják úgy, hogy csak egy nyílás legyen. Ezek a bőrök általában vizet, tejet vagy bort tartanak. A régi bőrpalackok kiszáradnak és merevek lesznek, és nem nyúlnak ki, de az új bőrpalackok hajlékonyak és jól nyúlnak. A Máté 9 óra 17 percben Jézus ezt mondta. Az emberek sem töltenek új bort régi bőrpalackokba, különben szétrepednek a bőrpalackok, kifolyik a bor, és tönkre mennek a bőrpalackok, de új bort töltenek friss bőrpalackokba. És mindkettő megmarad, az új bor Jézus Krisztus igéjét jelképezi, a bőrpalackok pedig az izraeliták szívét mint ahogy az új bort az új bőrpalackokba kell önteni, Jézus új szavát, Márk egy óra 22 perc. 27. Egy olyan szívbe kell önteni, amely minden nap megújul. Ez Abraham Park prédikációja. Abraham Park elismert világszínvonalú teológus volt, figyelemreméltó lelkipásztori szellemiséggel. Egész életét az imának és a szentírásnak szentelte. Több mint 1800-szor olvasta el a Bibliát. Egész életében szolgálata során igazi lelkipásztor volt, aki úgy szerette a templomot és a gyülekezetet, mint a saját gyermekeit. Napi programja kétórás imából és háromórás Bibliaolvasásból, valamint folyamatos prédikálásból és evangelizálásból állt meggyőződéssel, hogy meghalni annyi, mint élni, imádságos életében mindentől tőletelhetőt megtett Istenhez három évig, hat hónapig és hét napig a mély hegyekben. Amikor a nap lenyugodott, nem tett mást. Csak imádkozott, amikor felkelt a nap, nem tett mást, csak olvasta a Bibliát. Aztán végre rácsillant a kegyelem egyetlen sugara. A Szentlélek erőteljes megvilágosodása alatt és Isten kegyelméből a bibliai jelenetei panorámaként tárultak a szeme elé. Ezeket a jeleneteket nagy nyíltökér levelekre jegyezték fel. Amelyeket egy gajjal kötöttek össze. Később néhány havonta átírták a hegy alatti faluból vásárolt papírra. Így kezdődtek Ábrahám park prédikációi, sok embert lenyűgözött az Ábrahám Park az alábbiak szerint. Hogyan szerethet egy ember ennyi embert? Hogyan tehet egy személy ekkora hatást ennyi emberre? Annyira szorgalmas, soha nem pihen. Soha nem szűnt meg imádkozni. Megérdemli, hogy az egyház és a gyülekezetek iránti elkötelezettségéért valóban megtiszteljék. Isten igaz és hűséges munkása.